Hát sziasztok! Sziasztok, Breaking News! Megjött az új, lett matyós mogyó. Uh -huh. Kitalálhatjátok szerintem, hogy mi, hiszen a korábbi unboxing mikrotikkel kapcsolatos, hát nyilván a szép barna dobozból kiderül, mikrotikkel kapcsolatos unboxing videónk ennek a jószágnak volt a... Kisöccse, mondjuk. A kisöccse, de valójában mikor belenéztünk, akkor az alapján azt mondhatnánk, hogy a... Hát majdnem, szia mikre vagy vértestvére. Vér vagy valami hasonló. Ugye legutóbb még Pesgőt is bontottunk arra, hogy megjött végre a Mikrotik első AX-es Wi-Fi szerint működő AP a routere, Vagy hát mi is hát ez? Ezek is szohó, matyó. Szohó, matyó, matyós, matyó. Mit is mondhatnánk róla? Ugye nagyjából kiszívtuk a vérét a az AX 4 et érkezésekor, megjött az AX köbb ugye ez már szép nagy házba szerelt, de ugyanannyi portal rendelkező, pontosan ugyanolyan wireless képességeket felsorakoztató és pontosan utolsó szögig specifikációban megegyező, de kicsit nagyobb, szélesebb, bénább házba szerelt megoldása. Na de nézzük meg, hogy mi van oda bent, mert nagyon vártuk ezt az eszközt. Folytatásképpen gyorsan has végzek a dobozon, addig Árpád ismerti veletek a specifikációt, illetve milyen eltérések vannak a korábbi modellhez képest. Az AX2-höz képest igazából a processzor szinten és a wireless szinten nincs sok eltérés a két eszköz között, mind a kettő ugyanúgy az IPQ60 10-es családot használja, és ugyanazt a kiegészítő wireless chippeket. viszont ami nagy eltérés az AX köb és az AX négyzet között, hogy az AX köb az más konfigurációban használja például az Ethernet portjait. Itt már kapunk két és fél gigabites portot, ami ugyanúgy az egyes port, és az is képes POA in és POA out. És elegánsan le is van ragasztva. És elegánsan is van ragasztva. <laughs> a tápcsatival együtt, hogy véletlenül is a -e kapcsolja be az ember antenna nélkül. É. Ugye emellett az, hogy a nagyobb ház miatt ez az eszköz ez valószínűleg később ugye képes lesz arra, hogy le lesz belőle LTE verzió is, ugyanúgy, mint a HAP AC köbből is volt, mert amint szétszettük, megnéztük az alaplapot, és ezen is már ott van az előkészítés a PCI portnak az LTE modemhez. Ugye külső antennás, ugyanúgy ezek a kombinált 2-4-5 GHz-es klasszik, már most már klasszikus mikrotik antennák, és nagyobb tápegységet is adnak hozzá, valamint ugye a ax köbnél már kivezetésre került az USB-port is, amit hiányoltunk az AX4-zetről. És hát nagyjából ez a különbség. Az AX3-nál a MikroTik szerint magasabb az órajel is. Igen, azt hiszem, hogy belefér a családba, hogy utána olvastunk gyorsan, hogy egészen 860, 4, 4 MHz-től 1,8 GHz-ig lehet az órájával gazdálkodni. Nyilván ebben a jó kis ementáli jellegű, nyuggatott házban jobban tudják hűteni a procit, jobban felmerik csavarni az óráját, ami ugye nyilván azt fogja hozni, hogy jobb teljesítményt is várunk tőle. Hát ez majd, sőt több mint duplája órájáról van szó, mint ugye a kis testvér esetében, aki szinte szögre megegyezik a, a nagyobb tesóval, Mindössze ez a néhány aprósága a különbség, amiket Pi ismertetett. De hát ismertek már minket. Mit ér egy videó, anélkül, hogy a ruháját lenne tépkednénk az eszközről, és ne néznénk be a motorház tető alá? Úgyhogy varázslatos módon előkészítettünk egy olyan változatot, amit a jó kis törös pattintós házból, pajszerrel kifeszegetve sikerült megszabadítani a az ementáli burkolattól. És hát belül Ért minket meglepetés? Hát, igazából az elvártakat hozta, mert nagyon hasonló a hűtőbolt a dizájn is, például az AC köbhöz hasonlít. Mondjuk itt annyi, hogy itt kicsit extenzívebb, itt több az anyag rajta, de a dizájnban nagyon hasonlít a kis is. Nyilván a megemelkedett órajel is oka annak, hogy nagyobb hűtőfelületet és egy kicsit el elterültebb, nagyobb felületet látunk ebben az esetben. Mégis azért volt egy-két savanyú megjegyzésünk, amikor lehántottuk Igen. róla a bordát és bekukkantottunk a, a köztes rétegekbe. is voltak ezek. Hát például az, hogy a fő borda az úgy van megmunkálva, hogy alkalmas legyen arra, hogy közvetlenül hozzáérjen a, a szokhoz és a ramhoz, ezért jobb hűtést tudjon neki biztosítani. Viszont valami oknál fogva a Mikrotik úgy döntött, hogy egy ilyen kis RF-izolációs kalickát még közbeiktat a csip és a borda közé, ami hát, nem a legoptimálisabb. Nem elegáns, és nyilván ennek lehet oka a magas frekvencia. Hát azért, ha jól emlékszem, már beszéltünk itt korábban arról, hogy minél magasabb óréjellel működő buszokat drótozunk ki egy nyákra, annál zűrösebb az azzal való bánásmód hát, ez bánás az, igaz, az, az Hát igen. Ugye itt ugye fontos az, hogy hát igazából Fontos az, hogy ugye ezek nagyon sok rétegű nyákok, ez biztos, hogy legalább ez is négy vagy nyolc rétegű lehet, és az, hogy hogy ennél a magas frekvenciánál, ugye már nagyon sok ilyen fizikai dolgot is figyelembe kell venni a, a nyáknak a drótozásánál, például az, hogy milyen hosszúak az bizonyos sávok, amik különböző dolgokat visznek, például a memóriánál az összes adatsávnak megegyező hossznak kell lennie, és ugye ezt nehéz néha így geometriailag kigazdálkodni. Igen, nyilván nem véletlen az, hogy a, itt látjátok a, a fotót, ami belülről készült, hogy memória egész közel van magához, a shothoz, ennek nyilván az, az oka, hogy a lehető legrövidebb úton lehetőség szerint egyforma méretű vezetékekkel és védett módon legyen az áramkör bekötve, külső elektromágneses zajjal, indukcióval ne lehessen azokat az áramköröket megzavarni, vagy valamiféle extra zajt bevinni a rendszerbe. Gyanítom, azért döntöttek úgy, hogy egy ilyen kis kalickába bezárják még az egészet, bár ugye talán azt mondtuk erről, hogy a termál az ettől nem biztos, hogy... Hát igen, nem biztos, hogy jobb. Főleg az, hogy ugye ezt meg tudták volna olyan integrált megoldással, mert a hűtőborzat ezt már úgy készítették elő, hogy megmunkálták egy ilyen kis öbölnek ezt a részt, és ezt is lehetne magát a hűtőborlát is ilyen RF izolációs felületnek használni, kalicka nélkül is, hogyha kicsit még Másképp rakták volna össze. De hát nyilván a pudint próbálja a levés. Hát erés, és majd meglátjuk, hogy mennyi fog belőle visszajönni garanciás ügyintézés kereteiben. Én azért nem rettennék meg tőle. Biztos, hogy bemernék vállalni egy ilyen eszközt otthonra. Öm, igen, hogy az ominózus PCI Express foglalatnak a helye. Remélhetőleg ebbe a családba érkezik majd még eszköz, ami majd elti modullal lesz ellátva. Én gyanítom, hogy ez a kiegészítő borda rész is még valamilyen szerepet játszhat a -e, Betölthet majd. Esetleg ugye azt láttuk, hogy ezen a felületen keresztül is volt hűtés levezetve a nyákról. Ez könnyen lehet, hogy még kap egy kiegészítő csippet, esetleg más wifi rádiót. Esetleg akár egy hetest. Na és akkor itt jön a rumor része, mert azt hiszem, hogy ennek a hardvernek elég jól kiszívtuk a vérét. Miközben a családnak utána néztünk, ugye ez még mindig az a Qualcomm Networking Pro 400-as család, amiről beszéltünk az előző epizódban. Viszont érdekes mód időközben a qualcomm -nál megjelentek a Wi-Fi 7 csipek. És bizony megérkezett a Networking Pro családnak néhány új modell száma. Teljességigénye nélkül egy párat, párról érdemes azért megemlékezni. pedig megérkezett például a 1620 és 1220-as, amik egész nagy sávszélességű, nagy kapacitású lehetőségeket hoznak majd. Nagyon reménykedem benne, hogy a hamarosan MikroTik eszközökben is találkozunk majd ezekkel a csipekkel. Annyit azért érdemes tudni erről a platformról, sokat emlegetjük itt a videóinkban az utóbbi időben, hogy ez a 400-as platform valójában ennek a Wi-Fi 6-os csípsorozatnak a legalja. Tehát még biztos vagyok abban, hogy a MikroTik is fog majd talán feljebb nyúlni ezen a skálán, ebben a családban, is készít majd olyan eszközt, ami egy kicsit nagyobb, jobb, színesebb, szagosabb lesz, és még nagyobb áteresztő képességet hoz majd nekünk. Vagy esetleg több antennát. Vagy több antennát. wi tesz szempontból az érdekes lehet nekünk? Ugye igazából hogy ez nem tradicionálisan a AP-kkal konkurál, ugye ez egy teljes egybe megoldás. És ugye mi wi főleg ilyen infrastruktúrális access pointokat tesztelünk, ami nagyobb öfis rendszer kiszolgáló része, bár mondjuk olyan szinten, hogy megmérhetjük, hogy mit tud sebességre ez a, mondhatjuk úgy, hogy a ilyen belépő megoldás a MikroTechnik AX platform, második AX szabvány. Sőt, hát ugye a qualcomm a 400 család a belépő szintű családja az AX világba Mégis nagy meglepetés nekem az, hogy a kettő között több mint duplája óra különbség van a köbjavára. Tehát ha tesztelnénk is, akkor lehet, hogy én inkább őre volnék kíváncsi is, hogy itt biztos, hogy nincsen szűk keresztmetszet a processzor szintjén. Azt hiszem mindent elmondtunk erről a termékről. Remélhetőleg hamarosan találkozunk egy újabb mikrotikes AX termék kicsomagolásakor. Sziasztok! Sziasztok.